1984-ben a magyar ifjúsági labdarúgó válogatott Biskay Bertalan vezetésével nyert Európa-bajnokságot. A később a felnőtt válogatottat 45 alkalommal irányító szakember 2011-ben hunyt el. Az újságíró válogatott egy évvel később Budapesten rendezett egy emléktornát, majd Balmazújváros, aztán Máté Szalka volt a torna helyszíne. Az év utolsó hétvégén immár negyedszer Vásáros nem így ad otthont a Biskay emléktornának. Foci, barátság, tisztelet, e hármas egység övezi azt, hogy immár negyedik alkalommal szervezhetjük meg a Biskay Bertalan emléktornát. Tudjuk azt, hogy aki az emberek szívében él, az örökké él. Én hiszem azt, hogy Biskay Bertalan az ő fiai által, az ifi EB-t nyert csapat által, a 84-es fiúk által ő mindenképpen itt van velünk, és ilyenkor évvégén egy kicsit a labdarúgás által a sportszerető beregi, Szabolcs-Szatmár beregi embereket megmozgatva egy kicsikét középpontban van a városunk, és tudjuk azt, hogy aki a labdarúgást szereti, a karácsonyi falatozás, pihenés, kikapcsolódás, feltöltődés után, a szeretet ünnep után pedig ellátogat ide hozzánk, és egy nagyszerű labdarúgó élményben lehet majd része 29-én. A torna főszervezője Krizán Sándor játékosként ott volt a moszkvai Európa-bajnokságon. Vásáros Namiban több korábbi csapattársával együtt lép majd pályára. Öt csapat lesz, ez a Bereg válogatottja, újságíró válogatott, EB válogatottunk, EB és barátai, illetve itt a négyes iskolának, ahonnan én is kikerültem, abból az iskolából lesz egy csapat. Abban a csapatban Drobny Miki, Ács Guszti, Bús Iván, Szolontai Zsolti, tehát jó pár név. Az EB váltottban Keller Józsi, Szeller Józsi, Zvara Józsi, csak a Józsiknál maradjunk, illetve a Deák Sanyi, Szélpál Laci, hát lehet, hogy itt lesz a Peti Zsó, minden évben itt volt, de most annyira szoros a Bundesliga, hogy nem biztos, hogy itt lesz. És a Józsiknál maradjunk, még a Takács Józsi is itt lesz velünk, úgyhogy a Józsikból elég. Hát esetleg itt lesz még a Gelei Karcsi barátom, neki is itt a két ünnep között rengeteg felkérése van, a Mésző Géza szokott hozzánk ellátogatni, neki is ilyenkor, hát előtte van a Fehér Miklós emléktorna, Bücs Zsolti, aki most jelen pillanatban a Debrecennek a pályaedzője, hát sokan még sorolhatnám a neveket. A torna december 29-én 11 órakor kezdődik a Vásáros-Naményi Városi Sportcsarnokban. A körmérkőzéses lebonyolítás szerint 15 perces meccseket játszanak majd a csapatok.